Tíz éve épült meg a Tamás Járon Színház épülete mellett az az új stúdiószínpad, mely a háromszék táncegyüttes és az M stúdió közös játszóhelye azóta is. Mivel az elmúlt évek alatt sokasodtak a kivitelezésből adódó gondok, az évelején felújították a tetőszerkezetet, de azóta csak rosszabbul véd a csapadék ellen. Áprilisban kezdték a Sepsis Szent háromszék táncegyüttes és az m stúdió közös előadó termének felújítását de a javítási munkálatok csak rontottak a helyzeten. A hevenyészet munkálatok miatt most már nem csak az előadótér, hanem a nézőtéri sorok és a földszinti próbatermek is beáznak. Az épület a háromszék táncegyüttes Tragédia című bemutatója előtt vált használhatatlanná. A premier végül két hetet csúszott, az előadást a Tamási Áron Színház nagy termébe tették át, noha ott a színpad kevésbé alkalmas táncszínházi előadásokra, és a fénytechnikát is újra kellett tervezni. Az alkotók azonban remélik, hogy a nehézségekből a nézők a bemutatón mit sem érzékelnek majd. Elvigre különleges előadás születik, Madács Imre ember tragédiájának újra gondolt változataként. Tulajdonképpen egy lehetetlen vállalkozás olyan szempontból, hogy ez egy nagyon bonyolult, filozófikus, drámai mű. Itt nagyon-nagyon le van rövidítve a szöveg, és amit lehet, azt a tánc, a mozdulat, a koreográfia, a látvány, mert van benne film is, a jelmez, a zene, ugye ez, ez most annak ellenére, hogy a háromszék táncegyüttes, néptáncegyüttes, az én munkásságomba is, meg a háromszék együttes előadásai között, ez megy legtávolabban néptáncot. A, a táncstúdió javítási munkálatainak kivitelezését egy bákói cég nyert el. A beruházás értéke 400 ezer lei a cég a finanszírozóval, Kovászna megye tanácsával és a háromszék táncegyüttes vezetőségével való egyeztetés után egy szigetelésre szakosodott szakemberekből álló csapatot bízott meg, hogy javítsa ki a fennálló hibákat. Ez az ígéretek szerint a közeljövőben megtörténik.